segítséget elfogadni bizony nem könnyű. És hát az sem könnyű, hogy városi szinten megszervezzék azoknak az embereknek a segítését, akik ebben a járványhelyzetben otthon maradni kényszerültek. Ezúttal fehérvári önkéntesek nyomába eredtünk. Be vagyok zárva, harmadik emeletre, egy héten egyszer nem megyek a pincébe, vagy kiviszem a szemetet, ha ajtóba kiteszem, akkor leviszik a szemetemet. Unokáimat tavaly nyáron láttam utoljára, senkit be nem engedek, maximum szerelők jöttek be hozzám, ez még bepárásodik, és nagyon nehéz. Sokan küzdenek hasonló problémákkal, a járványhelyzet pedig csak ezt még inkább súlyosbította. Segítséget kérni nem szégyen, sőt, néha életmentő lehet, de lelki értelemben is számít, ha csak hetente egyszer is valaki bevásárol nekünk, vagy elmegy a gyógyszertárba. És ami még fontos, szól hozzánk néhány jó szót, ha csak az ajtóban is. Hello. Sziasztok! Bevásárlás és a gyógyszerek beszerzése leginkább erre van szüksége azoknak a fehérváriaknak, akik koruk vagy mozgáskorlátozottságuk okán otthon maradni kényszerülnek. Kneifelné Lackó Krisztina egyik pártfogoltjának, Marika nénének vásárol be. Szembe jött velem az egyik közösségi oldalon, és akkor először még úgy elvetettem az ötletet, hogy önkénteseket keres újra az önkormányzat, de amikor harmadszorra ugyanaz a kép megjelent, akkor jelentkeztem. Az időmből kitelik, az én lányaim már nagyok, és akkor arra gondoltam, hogy segíteni, az tényleg jó, és tényleg jó. Mennyire volt könnyű felvenni a fonalat, a ritmust, hogyan, mennyire fogadtak szívesen a jelentkezést? Nagyon egyszerű volt, szerintem az önkormányzat minden jelentkező szívesen lát, speciálisan a maroshegyi területre kerestek egyébként segítőt, én ott is lakom, és akkor azt jelöltem meg, ami a munkahelyem és az otthonom közötti terület, úgyhogy ebbe végül a Maroshegy és a Tóváros meg a Horváth István lakótelep került bele. Miben várnak igazán segítséget ezek az emberek? Leginkább két terület, ez a bevásárlás és a patika, a gyógyszertár, de most már, hogy hetek óta kapcsolatban vagyok velük, beszélgetni is egyre inkább szeretnek. Hát nyilván, mert ők is el vannak zárva, így a külvilágtól. Ők egyébként tipikusan a járvány miatt szorultak otthonra? Egyértelműen igen. Mindegyike idős, általában néniknek segítek, van egy házaspár is, ahol segítőként jelen vagyok, és egyértelműen a járvány miatt van, aki már egy éve nem ment ki otthonról. De mióta segítesz önkéntesként? Októberben kezdtem, úgyhogy most már sokadik hónapja. Mi az, amit kap egy önkéntes ettől a munkától, amellett, hogy mondjuk plusz feladatot? Lelki töltet, egyértelműen. Tehát látni azt, hogy örömmel veszik a segítséget, még akkor is, hogyha szinte minden egyes alkalommal elhangzik az, hogy nehezen kérnek szívességet. Alakultak ki akkor személyes kapcsolatok is? Mondtad, hogy szeretnek beszélgetni, fontos nekik, hogy valakihez szóljanak. Igen, úgy érzem, hogy igen. Tehát bármelyik helyre megyek, nagyon szívesen és szeretettel látnak. De ennek itt van még nincsen vége, mert akkor még a gyógyszertárba is el kell menjünk, úgyhogy gyertek oda is velem, és utána megyünk fel a Horváth István lakótelepre. Marika néni egyedül él, néhány évvel ezelőtt halt meg a férje, ezt a mai napig sem tudta igazán kiheverni. Nincsen a városban hozzátartozója, lánya van, aki messze lakik innen, és három unokája, akiket szintén azóta nem igazán látott. Telefonon tartják vele a kapcsolatot, de itt a városban nincsen személyes élő segítője. Én ezt a lelki töltetét látom, azt látom, hogy jó segíteni. Eféle töltetet vagy töbletet nem jelent, hogy hurrá, hogy önkéntes vagyok, nem szeretek ezzel így példálózni. Ez valakinek jön belülről, akkor szerintem ez egy csendes tevékenység. Szia, Marika néni! Megjöttem! Krisztinával nagyon jól jártam, egy nagyon aranyos, nagyon segítőkész valaki, aki mindig mindent megvet nekem, amire kértem. Ha rábíztam, hogyha szép a hús hozzon, ha szép a narancs hozzon, mindent meghozott. Spóroltam, mert sokkal kevesebbet költöttem, mert az ember szemével is vásárol, mert ami megkívánja, vagy meglátja, megveszi. Ezek szerint így is meg lehet lenni. Most, hogyha Agárdra megyek, majd ott igyekszem két hétbe egyszer vásárolni, hogy ne menjek a vírus miatt. Nem kell annyi mindent összevásárolni, mert most mondom, eléggé ki vagyok fogyva, mert mivel nem leszek itthon 5 hónapig. Nem is nagyon járt ki az utcára? Nem, én össz-vissz december óta
motorral közlekednek, ez az Elgo motorral, harmadik emeletről nem mászom, majd mondom, hogy miért. Én egyszer voltam vérvételen, egyszer voltam dexavizsgálaton, egyszer voltam oltáson, és egyszer voltam fodrásznál. Nem tudok segítséget kérni. Én tavaly egy éve sajnos súlyos fogyatékos, mozgásszervi fogyatékos vagyok írásba, papíron. Máltai sokkal én szerződést is kötöttem, de mivel egy éve, mivel mentem ki a gárdra, az abban maradt, ősszel meg a vírus miatt nem kértem segítséget, vásárlásba, akár az itthoni munkába tudnának segíteni, de nem akartam, hogy idegenek mászkáljanak be. Ez az egyik. A másik, egyenlően el nem tudom képzelni, hogy nekem hogy fog valaki itt az én otthonomba valamit csinálni. 7 éve ablakmosásba segítenek, ezen kívül semmibe soha, nekem nem lehet sajnos segíteni. Nekem a férjem se, lányom se, helyettem soha föl nem mosott, mert nem azért, mert nem akartak, hanem mert energiám volt, én akartam csinálni, úgy jó, hogy én csinálom. Ősszel kénytelen leszek elfogadni a máltai sokat, mert nagyon-nagyon küszködök. 10 percet tudok föntenni, utána ülök, fekszem. Nagyon sok bajom van, minden porcikám fáj. Azért az is jó, hogyha valaki segít, akkor azért valami kis társaság is van ilyenkor, nem? Igen, de mondom, egyenre el nem tudom képzelni, hogy én helyettem itt valaki suvickol, hogy nehogy egy homály vagy valami legyen a csempémen. Nem tudom, hogy tudja ezt valaki elviselni. Ezt is meg kell tanulnia talán önnek is, nem elfogadni? Hát kénytelen vagyok, mert nagyon-nagyon küszködök. És lételemem a rend, a tisztaság, tehát én nekem semmit nem kell csinálni azért, hogy most jött valaki, de nem tudom, hogy ezt hogyan tudom elviselni. Ismer olyat baráti körébe, akár aki hasonlóan él ezzel a lehetőséggel? Én rábeszéltem egy Albinci utcában lakó kis volt barátnőmet, ő hozzá először még a polgármesternek a gépkocsi vezetője ment, mert nem tudom, én helyettesített, és akkor azóta is neki is. Itt a házban is lett volna az első emeleten egy barátnőm. Mondtam neki, hogy kettőnket egybe, és ő még elzárkozott tőle, úgyhogy én most egy hete fölhívtam a polgármesteri hivatalt, és megköszöntem, hogy ilyen segítséget kaptam. Nem csak a középkorúak éreznek felelősséget az idősebbek iránt. Fehérváron vannak olyan fiatalok is, akik egyetemis munka mellett szívesen pártfogolnak másokat. Ilyen például Tésler Mátyás is, aki az önkéntes munka természetességét a családjából hozta. Bevásárlunk, a gyógyszertárba kell elmenni, aztán utána rögtön fölmegyünk a nénihez, aki az odaadjuk a élelmiszert, meg a gyógyszereit, és általában ilyenkor nem szoktunk megbeszélni következő időpontot, hanem majd jövő héten, vagy amikor szükség van, akkor hív, akkor megbeszéljük, hogy milyen újabb teendők vannak. Munkájában a Vörösmarty Rádióban hallottam, hogy van ilyen lehetőség, és akkor végig gondoltam, és úgy éreztem, hogy akkor kipróbálom, nem veszítetek rá semmit. Gondoltam, hogy ha nem megy, akkor esetleg visszamondom. Néhány hónappal, decemberben jelentkeztem, és utána rá pár hétre már kaptam is az első idős ellátottamat, akivel foglalkoztam. Na most azért nagyon sok minden ellen lehet tölteni az embernek a szabad idejét. Mi volt az, ami megszólított téged ebben? Miért gondoltad, hogy ez neked való feladat? Hát mostanság azért úgy aránylag kevés dolgot lehet csinálni szabadidőben. Hát úgy gondoltam, hogy akkor már legyen valami hasznos is, amivel töltöm az időmet. És úgy voltam vele, hogy a munka meg a süli mellett úgy mégis még belefér ez a néhány óra, amennyire szükségem van erre a munka elvégzésére. És ide végül is nem is állt igazán nagyon távol tőlem az önkénteskedés, mert még anyukám révén, amikor kisebbek voltunk bátyámmal, akkor folyamatosan elmentünk vele. Ő egy karitás csoportnak a tagja, és ott segítettünk ugyanúgy idősebbeknek, úgyhogy már ez miatt így könnyebb volt így belevágnom ebbe az egészbe. Könnyű segíteni? Könnyen elfogadják a segítséget az idősek? Nagyon könnyen, tényleg nagyon kedves mindenki. Sokszor, legtöbbször előfordul, hogy szeretnének valami ajándékot adni, vagy ez pénz, vagy valami ajándék, de mindig mondjuk, hogy nem fogadunk el, mert azért csináljuk, úgyhogy, de
de tényleg könnyen elfogadják, meg kedvesek nagyon. Volt-e már valami extrém kérés bevásárlásnál, vagy bármilyen más esetben? Extrém, hál' Isten, nagyon nem volt. Volt egy néni, aki külön szerette volna kérni, hogy egy hölgy önkéntese legyen, mert olyan dolgokat kellett neki vásárolni, meg tanácsot adni, de ez is el lett intézve, hogy akkor nem én, hanem egy másik önkéntes ment hozzá, aki ezt megoldotta neki. Vagy ők legtöbben egyedül vannak, sőt, mindenki egyedül van, azért kéri ezt a támogatást, ezért szeretik is, hogyha pár szót beszélgetünk, nem csak oda visszük és letesszük oda a élelmiszert. Igen, valamilyen kapcsolat kialakul, de tényleg csak pár percről van szó, mert mégis azért a vírus miatt nem nagyon töltünk azért sok időt együtt. Kicsit mesélj, hogy hogyan működik ez? Felhív téged, akit segítesz, és aztán mi történik? Hát kétféle verzió van. Van, akivel mindig le van fixálva, hogy a hét melyik napján megyek mikor, és akkor ez ilyen bejáratott rendszer, de legtöbbször úgy szokott lenni, hogy én mondjuk könnyen tudok úgy aránylag bármelyik nap úgy segíteni, és ha esetleg szüksége van valamire, akkor szól. Aztán én megmondom, hogy attól függ, hogy hogyan érek rá aznap, vagy másnap, vagy két nap múlva, akkor elviszem neki, amire szüksége van. Mi az, amit neked ad ez a munka? Hát jó tapasztalatot ad, és végül is jó dolog. Az ember azért vág bele, mert tud segíteni, és örömmel csinálja, akkor legalább tényleg úgy jó érzése van tőle az embernek. Az önkormányzat tavaly ilyenkor indította el önkéntes programját, akkor 600-an jelentkeztek, hogy segítsenek másokon, és körülbelül ugyanennyien igényelték az önkéntesek támogató munkáját. Ez a program jelenleg is olajozottan működik. Az elmúlt években nagyon sok civil szervezet és kulturális intézmény is foglalkoztatott önkénteseket. Nagyon széles volt ez a kör, akár a saját cégünk is, a programszervező, és a nagy nyári rendezvényektől elkezdve nagyon sok programon foglalkoztatott önkénteseket, és azt láttuk, hogy talán egyfajta koordináló szerepe lehet ebben az önkormányzatnak, hiszen nagyon sokan kerestek meg minket is, akár önkénteskedni kívánók, akár pedig önkénteseket váró szervezetek, hogy ebben a koordinációban legyünk a segítségükre. És hát azt gondolom, hogy a koronavírus is megmutatta, hogy mennyire nagy szükség van erre a koordinációra és összefogásra és segítség nyújtása. Nagyon pozitív tapasztalataink vannak ez ügyben. Főként az első hullám alatt, amikor ugye nyilván a Maradj Otthon szlogennel kampányban minél többeket arra kértünk, hogy maradjanak otthon, akkor gyakorlatilag 600 fő önkéntes jelentkezett az önkormányzat felhívására, és nagyjából ugyanennyi időst is láttunk el az első hullámban. Nyilván ez csökkent a második, harmadik hullámban, hiszen alapvetően most az élet más, mint tavaly tavasszal, de most is 130 körüli az idősek száma, akiket ellátunk, mint egy 100 önkéntessel. És ez is megmutatta azt, hogy az élet sok területén ki tudjuk használni azt a pozitív emberi hozzáállást, hogy önkéntesen segítsünk egymásnak. Ezért is döntött úgy a város vezetése, hogy létrehoz egy olyan rendszert, amiben keretében az informatika segítségével össze tudjuk hozni az önkénteskedni kívánó Fehérvárit az önkéntes kereső szervezettel. Várhatóan a vírushelyzet után a nyáron el fogjuk tudni indítani azt a honlapot, amelyen keresztül tudnak majd jelentkezni az önkéntesek. Gyakorlatilag igyekeztünk az élet minden területéről összeszedni azokat a területeket, ahol vágyjuk a segítségnyújtást. Itt nyilván a rendezvényektől, az idős gondozáson keresztül a környezetvédelem egy fontos rész, de nyilván az oktatás segítése is, tehát azt gondolom, nagyon széles körű az a lehetőség, amin jelentkeztek vagy jelentkezhetnek majd az önkénteskedni kívánok, és ezen a rendszeren keresztül pedig várjuk majd a programokra a felhívást is, hogy össze tudjuk kötni
a székesfehérváriakat a szervezetekkel. Én nagyon bízom benne, hogy ez is egy sikeres program lesz majd, főként, hogy az idei év a Magyarországon az önkéntesség éve. Úgy azt gondolom, hogy még több figyelem hárul majd az önkéntesek munkájára, nem csak Székesfehérváron, hanem az országban is. Arról lehet-e valamit tudni, hogy mondjuk milyen korosztály, vagy kik azok, akik leginkább fogékonyabbak az önkéntes munkára? Én azt gondolom, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig el lehet ezt mondani, hiszen nagyon aktívak például a nyugdíjas klubjaink, akik nagyon-nagyon nagy örömmel segítenek például a királyi napokon, pünkösdi virágálom és egyéb más olyan programokon, ami azt gondolom, hogy hozzájuk is közel áll. A fiatalok persze nyilván részben idézésen kényszerből, hiszen nyilván az iskolai közösségi szolgálat kapcsán ez egy nagy segítség lesz majd nekik, de ott is nagyon-nagyon sok segítő kezet találunk, ott is nyilván a rendezvényeknél, sporteseményeknél jönnek segíteni a fiatalok, de most az idősek ellátása kapcsán nagyon sok középkorúval találkoztunk, akiknél olyan kapcsolat is kialakult, ami azt gondolom, hogy hosszú távra is nagyon jó emberi kapcsolatok. A mai napig tartják egymással a kapcsolatot, néha-néha fel is hívják egymást az önkéntes és az idős, és azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon jó közösségformáló erő is. Sokféleképpen lehet segíteni. Keller János tavaly a járvány kezdetekor önkéntes ebédszállítóként segítette az idősellátást, majd a Veszprémi és a Fehérvári Színház kezdeményezéséhez csatlakozva az élő színház varázsát vitte az otthonokba. Jelenleg a mentőszolgálatnál önkénteskedik. Novemberben elkaptam én is a vírust, ahogy túlestem rajta, kb. 2 hétig tartott, már akkor megfogalmazódott bennem, hogy valahogy ezt meg kell hálálnom, hogy tulajdonképpen megúsztam a dolgot, pláne úgy, hogy hallva és olvasva, hogy más embereknél mit okozott ez a vírus, és akkor szinte meghallottam, hogy a mentőszolgálatnál várnak önkénteseket, így december 1-e óta vagyok jelenleg is az országos mentőszolgálatnál. Keller János azt mondja, amióta önkénteskedik, azóta még jobban látja, hogy micsoda küzdelem zajlik a frontvonalban. Minden nap 8 órában a betegirányítás területén dolgozik a Veszprémi mentőszolgálatnál. A feladat pedig nagyon összetett és sokrétű. A betegirányítás részlegen vagyok, ahol most a COVID irányítás is történik, ami azt jelenti, hogy a háziorvosok, gyerekorvosok beküldik a szűrésre a kérelmet, és akkor egyesével fel kell hívni minden embert, és tájékoztatni kell arról, hogy hol van a szűrőpont, hány órára kell érkeznie, mit hozzon magával, mit szabad a teszt előtt, és mit nem szabad. Nyilván ez nem egy sima telefonbeszélgetés, hiszen ugye minden ember máshogy reagál arra, hogy lehet, hogy elkapta a vírust. Vannak nyilván nehéz esetek és helyzetek, amit szintén kezelni kell. A színész a legkeményebb időszakban is igyekszik megőrizni a humorérzékét, aminek az emberek is örülnek. Keller János azt mondja, nap mint nap szembesül azzal, hogy a mentőszolgálatnál a legnagyobb leterheltség mellett is mindenki tiszta szívvel, legjobb tudása szerint dolgozik az emberekért. Önkéntesnek egyébként a mai napig még folyamatosan lehet jelentkezni, akár a városban, akár országos szinten. Köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is!